Kedves nézőink, kultúrából Nyíregyházán sincs hiány. Ennek egyik legjelesebb képviselője a Kantémusz Kórus, az együttes vezetője Szabó Dénes vasárnap vehette át Kóta életmű díját Budapesten, most pedig stúdiónk vendége. Jó estét, tanár úr! Jó estét kívánok! Hát ez nem az első Kóta díj, viszont az első életmű díj. Én úgy gondolom, hogy ilyen szakmai múlttal már talán nem is meglepetés egy-egy díj. Mégis milyen volt ennek a díjnak a fogadtatása tanár úr részéről? Minden díj mindig nagy öröm, nagy megtiszteltetés. Meg kell próbálni, megtanulni, viselkedni és hozzá fölnőni a díj nagyságához. És hát boldogan elviselni, hogy még mindig van ilyen típusú is. Ez egy nagyon jó civil díj, talán a legszakmaibb az összes díj közül, amit eddig kaptam, hisz ezt a Kórusok Országos Szövetsége adja, aki hát a évtizedek óta ismeri, figyeli, értékeli a munkát. Szóval ezt megkapni, ez tényleg egy ilyen végső summázás is lehet. Mostanában többen kísérleteznek ebben, hogy egy életmű díjjal figyelmeztessenek engem. Megtették ezt nem régen Hongkongban is, amikor a Kórus Világszervezet gondolt egy nagyot és ünnepélyesen átadott egy ilyen díjat. Ott akkor Hongkongban a színpadon, lányos zavaromban, ahogy ezt szokták mondani, azért mégiscsak elmondtam, hogy jobban örültem volna, ha úgy gondolják, hogy ez még csak egy fél életmű. Mert még a további része hátul van. Na de a viccet félretéve kétségtelen eléri az ember ezt az időszakot, amikor már úgy gondolják, hogy ez már volt annyi, mintha valaki tényleg befejezte volna az ügyet. Aztán majd a másodikat meglátjuk mikor. Így van, az amikor a 70. szülinapi partin ott áll tanár úr a színpadon, akkor is valami ilyesmi félét mondott. Hát gyakorlatilag európai mércével lehet, hogy akár azt is lehet gondolni, hogy itt már egy pályának a vége felé tart valaki, de aki ilyen vitalitásnak örvend, és egy kicsit univerzálisabban szemléli az életét, azért mégis azt gondolja, hogy még nagyon sok terv és lehetőség van. Ugyanakkor meg ez az életmű, ez egy élő képlékeny valami, ez maga a Kantémusz Kórus család, ami napról napra változik, és gyakorlatilag burjánzik, és újabb örömöket növeszt ezen az élő, nem is tudom, óriási növényen. Úgyhogy ha most tényleg azt játsszuk, hogy mondjuk a felénél tartunk, akkor milyen tervekkel lehet még előrukkolni, vagy ezt növeszteni? Ez most egy nagyon jó megközelítés, mert ez most már nem az én munkámra vonatkozik, hanem elvileg erre a bizonyos életműre, ami a Nyíregyházi Kantémusz Kórus, ami az elmúlt 40 esztendőben kétségtelen, hogy újra és újra hajtásokat hozott, és még egy sem száradt el rajta. Ez él és virul és erőteljes, sőt azt gondolom, hogy most a gazdára különös feladat vár, megőrizni, hogy ilyen jó állapotban legyen, sőt, a vezérhajtásokat tovább kell rajta erősíteni, hogy így legyen. Így a Kantémusz vegyes kar fokról fogra fejlődik, újabb és újabb emberek kapcsolódnak be a munkájába, és lassan tényleg elmondhatjuk, hogy nem csak a teljesítmény professzionális, hanem maga az intézmény is az amatőr státuszból át tud lépni egy professzionális világba. És úgy érezzük, hogy viszonylag nagy szükség van ránk. Újra és újra hívják az énekkarokat Nyíregyházán kívülre, most már nagyon sokat járunk Budapestre, és a külföldi utak is szaporodnak, úgy tűnik. Az adventi koncert, amely ugye most az arénában volt, egy különleges zenei és ugyanakkor összművészeti élmény volt. Tehát én is ugye, mint egykori kodályos tanár urat, egy klasszikus értékeket képviselő pedagógusnak ismertem meg, de hát azért óhatatlanul be kell engedni itt a technikát. Tehát itt látványban, fényben, színpadi showban tényleg egy kuriózum volt ez, amit a nézők láttak. Ugyanakkor, amire én figyeltem, az, hogy olyan nagyon-nagyon szép egyensúly volt a
koncertet irányító két karmester, jelesül Szabó Dénes és Szabó Soma között. Tehát azt látom, hogy nagyon szépen tudta tanár úr bevezetni Somát ebbe a nagyon nagy felelősségbe. Tehát valahol úgy érzem, hogy a Kantimusz kórus család jövője lehet, hogy még a következő 80 évre is megvan alapozva. Igen, még további életművek is előkerülhetnek. A kirándulás a kontinentába, a stadionba, az arénába nem volt könnyű. De nagyon nyomasztott már bennünket évek óta, hogy a karácsonyi hangversenynek hál' Istennek van még érdeklődő közönsége, amely inkább szaporodott, mint hogy csökkent volna. Az elmúlt évben már 4 karácsonyi hangversenyt rendeztünk egymás után a Kodály teremben, ami nagyszerű hely. Ott kétségtelen, hogy szinte a halvány is elég, a látvány nem is annyira fontos, bár arra is mindig odafigyeltünk. Ezt a bizonyos 4 koncertet gondoltuk, hogy egy lélekkel könnyebb lesz megcsinálni, és bármennyire is el tudjuk újra és újra énekelni, akár naponta 2-szer is, mert erre is sor került, azért a lélek gyorsan fárad. Nem is a fizikai része, a lelki része nem könnyű, pláne úgy, hogy ebben a karácsonyi szezonban a Continental Arénával együtt 13 hangversenyünk volt, ahol ugyan váltjuk a szereplőket, de az óhatatlanul mégiscsak egy idő után, hogy mondjam... Munkaízű lesz, nem? Igen, tehát van benne egy pici fáradtság. Most ez új helyszín volt, nagy élmény volt, nagy munka volt, rendkívül nagy munka volt, és kétségtelen nagyon igyekeztünk azon, hogyha a halvány nem is annyira, tehát hogy mindenki értje, amit hallani lehet, az nem annyira meghitt, talán nem annyira karácsonyi, mint a Kodály teremben, kevésbé vagyunk szabadok a nagy teremben, és nagyon vigyázni kell mindenre. Ezért a látványban is igyekeztünk a szokásoson túllépni, hiszen egy nagy kivetítőn, egy olyan úgynevezett LED rácson, kicsit hangulati aláfestésképpen még a körülményeket is próbáltuk karácsonyi irányba terelni. Nagyon jól sikerült. Tanár úr említette, hogy ugye sok-sok budapesti és külföldi koncert, most már azért lehet látni a 2019-es évet. Milyen nagy utazások várnak a Kantimusz kórusokra? Most anélkül, hogy elmondanám, hogy melyik csoportra mi vár, ahogy eszembe jut sorba. Hát Olaszországban megy a vegyeskar Udine környékére, a fesztiválzenekarral, ugyancsak a fesztiválzenekarral Hamburgba, Párizsba, New Yorkba, a Carnegie Hallba. Aztán van 3 hetes japán turné, van másfél hetes Portugál, lesz benne Lengyelország, lesz Fülöp-szigeteg, és lesz Malajzia, és lesz egy másik Olaszország is, és mostában mindig kifelejtem, pedig igen nagy megtiszteltetés, hogy most már 3-szorra is magyar szereplőként Gergiev mester, a minden oroszok legnagyobbja most a húsvéti fesztiváljára megint Nyíregyházáról kéri az énekkart. És itt nem is biztos, hogy minden utazásra kitértem, de ebből is látszik, hogy van most mire fölkészülni, sőt talán egy kicsit több is, mint ahogy az ember ezt előre szerette volna. Hát köszönjük szépen, talán Fülöp-szigetekre és Malajziába szívesen elkísérnénk a kórust egy kamerával. És szívből gratulálunk ehhez az életműdíjhoz is. Köszönjük szépen. Tanár úr.